sűrűt szemlencse eltűnt, a beteg azonnal látott, addig, amíg, amiatt, hogy ez a lencse bekerült olyan helyre, ahol nem kellett volna, szétválasztan néhány év alatt véglegesen megvakult. De még egy-két évig látott. Sokak számára érdekes témával várta az érdeklődőket a Magyari Zoltán Névfőiskolai Társaság egészségügyi programsorozata. Ez alkalommal dr. Őri Zsolt, osztályvezető főorvos érkezett Esztergomból, hogy a szemészeti problémákról és azok kezeléséről tartson egy interaktív előadást a megjelenteknek. A mostani előadás szemészeti téma lesz, én szemész vagyok, és a szemészeti betegségekről, valamint ezeknek a korszerű gyógyítási eljárásairól fogok beszélni. Gyermekkorban iskola kezdés előtt mindenképpen javasolt, lehetőleg 4-5 éves korban már, akkor, ha nincs semmi panasz. Nyilván, ha valaki kancsa vagy valami problémája van, akkor hamarabb. Utána nem olyan fontos 40 éves korig, ha csak nincs valami probléma. 40 éves kor után javasolt 2 évente elmenni szemorvoshoz azért általában, illetve a családban volt valami szemészeti betegség vagy bármi probléma, akkor persze gyakrabban. A rövid látás egy picit gyakoribbá vált, és az úgy tűnik, hogy egyre gyakoribb lesz. Nem biztos, hogy ezeknek az eszközöknek a használata miatt, lehet, hogy ez genetika. A Népfőiskola által szervezett programok során fontos szempont, hogy mely témák érdeklik a résztvevőket. Így előzetes egyeztetés alapján esett a választás a szemészeti előadásra, amelynek január 22-én a volt piarista rendház adott otthont. Hát eleve a sorozatunk az Egészség Érték című sorozatnak egyik fontos részéhez érkeztünk. A hallgatók kérdéssel egyben állítjuk össze leginkább a tematikát. És ugye már az elmúlt hónapokban, szeptembertől kezdődően legfontosabb témákon túl vagyunk, így az elsősegélynyújtás, az egészséges étkezés, a vese problémák, az ortopédiai gondok, a reumatológia, mindezek a témák már sorra kerültek. És hát van egy fontos testrészünk, amire nagyon-nagyon kell vigyáznunk, ez a szemünk. A hallgatóink kíváncsiak alá, hogy milyen szemészeti problémák vannak, azoknak van-e műtéti megoldási lehetősége, hogyan lehet orvosolni, javítani ezeket a betegségeket. Ezért kértük meg főorvos urat, hogy az Esztergomi Kórházból jöjjön el ide hozzánk, és erről a témáról tartson előadást. Legközelebb dr. Kis Zsuzsanna előadásán vehetnek részt az érdeklődők, aki az öregedés lelki és testi változásairól fog beszélni január 29-én délután 5 órakor a volt piarista rendházban.